Igen, mi történik ilyenkor egy versenyző, egy pilóta fejével? Na nézzük is, Marci Kors! Fogja tartani magát itt az erőfölénnyel szemben. Hátulról már hontja az ördög a füstöt. Thank you.
Isten nem az a feladat, hogy neki menjen, és feltörjön. Pop, még egy kis crash. Na, nagy tapsot Jugonak! Puszi az mindenki utoljára. Nagyon nagyon Power Bence, Rafa Kocsanowski. Tudják itt a pályabírók, hogy mi a feladatuk. Kezdjük azonnal ott van. 10 másodpercen belül mindenki ott van a helyén, a haverok rohannak. Semmi nagy probléma nem történt, már nagyon meglassult az autó, mikor a tetejére fogunk. Tehát ilyen kamionszalagot össze sorolnak, összekötnek karabinerekkel, rögtön rákasztják a kocsira és elborítás után akármilyen galacsira törik össze 20-30-40, néha 50 ember cibálja le a pályáról. Itt az árpályán természetesen nem a nézők dolga vagy nézők feladata, ott sem, úgy csak ők, mint önkéntes lelkes szurkolók, ezért szakosodtak gyakorlatilag erre az üzemmódra. Itt a pályabírók feladata, hogy szakszerűen ellássák. Nézd meg, Lana! Bocsia sírőt! E30-assal ott a Duda, a taps! Kályabírók megkisítik a folyadat.